Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Buda Kalász Ma című hírmagazinunkat látják. Következzenek legfontosabb híreink röviden. Árvíz 2024. Jelenleg a budakalászi Dunapartra csak az engedéllyel rendelkező helyi lakosok és a védekezésben résztvevők mehetnek be. Helyzetjelentés. Ma délelőtt stábunkkal ismét a Lupa-sziget közelében jártunk, hogy felmérjük, mennyit emelkedett a Duna vízszintje. Fotókiállítás. Múlt hét pénteken megnyitott a budakalászi fotó- és videóklub idei kiállítása. A Duna magas vízállása miatt harmadfokú árvízvédelmi készültséget rendelt el a mai napon Budakalászon dr. Göbör Richárd polgármester, írják a budakalász.hu-n. Az Eurovelo 6 teljes budakalászi szakasza és a Megyeri híd a kerékpárosok előtt le van zárva. A biciklisek a 11-es út melletti kerékpárutat használhatják. A Duna partra csak az engedéllyel rendelkező helyi lakosok és a védekezésben résztvevők mehetnek be. A vízszint emelkedésének függvényében további lezárásokra kell számítani a Duna parton. A Lupa-szigeti út felől az elöntött ártérbe autóval tilos behajtani. A harmadik kerület Királyok útja felől engedéllyel a Gátőr utcán keresztül be lehet hajtani a védett oldalra, de a gáton való közlekedésben a vízügyi helyzet miatt korlátozásra kell számítani. Az árvíz idején a városrendészet munkatársai és a polgárőrök járőröznek. A belépési pontokon folyamatosan ellenőrzik az arra közlekedők belépési jogosultságát. A Dunán az árvíz miatt hajózási zárlat van érvényben, ami minden vízi járműre vonatkozik. Azok az ingatlan tulajdonosok, akik behajtási engedéllyel rendelkeznek, de autóval nem tudnak bejutni az elárasztott területre, a vízirendészet tájékoztatása szerint saját ingatlanjaikba csónakkal is bemehetnek. A Duna medre felé azonban szigorúan tilos a kihajózás. A vízirendészet fokozott ellenőrzést tart a területen. A védekezés ideje alatt a 0670 314 61 04-es ügyeleti telefonszám éjjel-nappal hívható. Az elmúlt napokban Budakalászon befejeződött a felkészülés az árvízre. A Barátpatak torkolatánál levő zsilipet lezárták. Hétfőn hivatásos és önkéntes erők együttműködésével elkészült a gát erősítése a Kórház utcánál. Ma reggel dr. Vitályos Eszter, a Pilis-Dunakanyar országgyűlési képviselője is felkereste az árvíz által sújtott budakalászi partszakaszt. Budakalász város önkormányzata köszöni az eddigi példaértékű együttműködést és összefogást, valamint a számos felajánlást. Egyelőre további lakossági közreműködésre nincs szükség, az ár levonulása után azonban a helyreállítási munkálatokban ismét számítanak majd az önkéntesek segítségére. Ma délelőtt stábunkkal verőfényes napsütésben érkeztünk a Kalászi gáthoz. A város egyes területei már csak hajóval közelíthetők meg, mivel a rendőrség lezárta az utakat. A gát magassága mindössze 1,5 méterre csökkent, a helyi lakosokat kérdeztük a kialakult helyzetről. Az Ebihal büfé tulajdonosa szinte már hozzászokott a tévé szerepléshez. A mindig mosolygós Darók János most is szívesen állt rendelkezésünkre, és elsőre talán egyértelmű kérdéssel céloztuk. Milyen a hangulata? Remek. Remek. Nálam a büfében jó. Ott röhögünk, és megy minden, ahogy szokott. Nincs gond. Jön a víz, aztán majd elmegy. Ott nálam jókat röhögünk, eszünk, iszunk. Van, aki aggódik, de hát az új lakós. De meg igyekszünk megnyugtatni, semmi, Vidám Park az élet. Az Ebihal büfé jelen pillanatban is nyitva van. Nem könnyű oda eljutni, de János azonnal felajánlotta, hogy elvíz bennünket. Elmondása szerint az áramot már tegnap lekapcsolták, de sokan vannak, akiket ez nem zavar. Az árvíz ellenére is a házaikban maradnak. Most el kell mennem egy generátorért, mert az enyém elromlott, és hogy a fagyasztó vannak a réteseim, meg egyéb dolgok. Én nekem itt kell maradjak, mert a kikötőmben ott benne van a házban, kell lenni embernek. Meg kell is, mert mindig figyelni kell. Uszadék, meg mit tudom, akkor azt intézkedni kell motorcsónakkal, meg vagy ahogy kell, mindegy, most ezt a hosszú. János alumínium ladikkal közlekedik a vízzel borított területeken. Arra is rákérdeztünk tapasztalások katasztrófa turistát. Hányan vannak naponta, akik beszeretnének jutni a lezárt zónákba? Hát a törzs vendégek jönnek, akinek csónakjuk van, egyébként meg telefonálnak, és
többnyire kijövök értük, meg a kutyámat hozom ki, hogy bepudarolja az órát, mert ott nem tudja a vizet. Erdős Krisztiántól, a Tápió Györgyei polgárőrség vezetőjétől az aktuális feladatokról érdeklődtünk. Most a következő 3 napban mi segítjük itt a budakalászi polgárőröket. A tegnapi nap folyamán ugye a forgalmat irányítottuk, a mai napi eligazításon még nem vettünk részt, de valószínűleg ma is ez lesz a feladatunk. Arra is rákérdeztünk, mennyire megértőek itt az emberek. Hát ugye a tegnapi nap folyamán ugye mindenkinek elmondták a jelenleg hatályos jogszabályokat, meg hogy mi miért történik. Én azt vettem észre, hogy mindenki teljesen együttműködő volt, és hát a szörnyű helyzet ellenére egyébként megértette mindenki, hogy mi miért történik. Krisztián elárult a stábunknak, hogy életében először lát ilyen árvizet. Én még nem voltam árvíznél, tehát nekem ez az első. Nyilván aki itt lakik, annak most nagyon szörnyű, főleg aki nem tud hova menni, és ki kellett jönnie otthonról, mert elöntötte a házát a víz. Biztos, hogy nagyon nem könnyű. Kovács Otto épp most kötött ki családjával, kislányával és feleségével. Arra voltunk kíváncsiak, hogyan oldják meg gyermekük bejutását az iskolába ebben a nehéz helyzetben. Hát ameddig a víz itt van, addig Szabin van. Hát aggregátorral fölpakoltunk mindent, hogy ne ázzon el, ha bejön a víz a lakásba, még nem jött be, hál' Istennek. Kovács Ottót arról is kérdeztük, hogyan élik meg családjával a jelenlegi helyzetet, és milyen hatással van rájuk a bizonytalanság. Szó esett a korábbi elkeseredettségről és a mindennapok nehézségeiről, amelyekkel szembe kell nézniük ebben a rendkívüli helyzetben. Volt ilyen része is a dolognak, de túl vagyok rajta, nem szabad ezt így fölfogni. Úgyhogy nevetni kell rajta, nem tudunk más csinálni, nem szabad ezzel szomorkodni. A 4. osztályos Kovács Hanna mosolygósan és vidáman éli meg a mindennapokat, annak ellenére, hogy az árvíz jelentősen megváltoztatta az életüket. Megkérdeztük tőle is, hogyan érzi magát ebben a helyzetben, és hogyan éli meg a mindennapokat az árvíz közepette. Jól. Mondjuk egész nap fönt voltam és aludtam, most meg már csináltam a matekházimat, és anyáik mondták, hogy kijövünk az egyik szomszédért, és én meg mondtam, hogy inkább megyek hajózni, mondta, hogy minthogy csináljam a matekházimat. Hanna koránál fogva még ilyen árvizet soha nem tapasztalt. Arra is kíváncsiak voltunk, lát-e szépséget ebben a nehéz helyzetben. Van. Na mi? Az, hogy gyönyörű a víz, mintha Balatonon lennénk. Norbi nincs rossz helyzetben, hiszen az ő háza egy kis dombra épült, a kertjébe még nem ért el a víz. Hát mi meg a király? Nem. Hát én magas ponton vagyok, itt az utca végén pont és pont hozzám utoljárőmbe, így jön össze a házmat a víz. Hát így a lépcsőig fog érni, hogy nem jön be elvileg hozzám. Csak a kertbe, hát ott már fölpakoltunk meg mindenkit. Akkor a víz nem lesz amúgy. Ott nálam bejön a lakásba a teljes, akkor itt már kimegy. 2004-ben össze 3-at átéltem már, úgyhogy én tudom, hogy működik ez. Hát lehet, hogy lesz akkor a víz, akkor kimegy a gáton, és akkor elfolyik. Hát akkor úszik mindenki. Van eres? Közös úszás lesz, gyerekek. Nincs eres, nincs. Szemkő Gábor éppen benzines kannákat pakol a hajójába. A nyugdíjas vállalkozótól azt kérdeztük, mióta él itt, és mennyire természetes számára ez a mai nap. Hát én 13 óta élek itt. Úgyhogy akkor már... Az előző árvizet is átéltük, igen. És teljesen természetes ez a nap, igen. Generátorhoz viszek benzint. Ez kb. 3 napra elég. Földszintről mindent fölpakoltunk, és hát fönt pedig élünk rendesen, normálisan a saját lakásunkban. Azért, hogy az ember a paradicsomban élhessen, azért néha szívni is kell. Most szívunk. Tehát ennyi. De egyébként meg gyönyörű itt élni, úgyhogy jól érezzük itt magunkat. Az árvízi védekezésben az összefogásról is beszélt stábunknak Szemkő Gábor. Itt van egy ilyen riadóláncunk, van egy önkéntes tűzoltócsapat, azon belül megkapjuk a riasztásokat, és hogyha valakinek segítségre van szüksége, akkor megyünk és segítünk. Úgyhogy szerintem, aki bennmaradt, annak nincsen különösebb segítségre szüksége. Szapári Veronika is itt lakik az árterületen. A nehéz helyzet ellenére ő ilyenkor is nagyon szereti a Dunát. Tudom, hogy ez az árvíz dolog, ez azért elég gáz meg necces, de én amúgy nagyon szeretem ilyenkor is a Dunát, mert tehát hozzánk is bejön a víz, de mivel én egy dombon lakom, hozzám ilyen körülbelül mostani vízállás szerint ilyen 10-20 centire fog bejönni, de a kertet azt elönti, tehát nekünk is mindent fel kell pakolnunk, de
De én ilyenkor ilyen békét érzek, ilyen megnyugvás, mert hogy azt, tehát szerintem az ember megtapasztalhatja azt, hogy ugye jön a víz, aztán elmegy, és hogy a természet az úr. Tehát igazándiból ezt a hatalmasságot, hogy nem tudunk ellene tenni semmit, és akkor így jobb, ha hagyjuk, persze fel kell mindent pakolni, de valahogy én így a teremtésnek a csodálatosságát látom benne, szóval ugyanúgy, hogy én is szívok vele már egy hete, de meg gyönyörű a Duna ilyenkor, gyönyörű szerintem, ez nagyon szép. Én örülök, hogy nem engednek be most ide senkit, és csak az itt lakók lehetnek itt, úgyhogy szerintem amúgy a hangulat is jó, és ilyen kicsit ilyen bulis hangulat van, mert hogy mindenkinek fel kell pakolni. A munkát ilyenkor sajnos meg kell szakítani. Az itt lakók szabadságra mennek, tudtuk meg Veronikától. Az áram hiánya és az éjszakai hideg is megnehezíti a mindennapokat. Az árvízi helyzetben egy macskamentő is komoly feladatok elé néz. És a sok összefogásnak köszönhetően ilyenkor elhelyezzük állatvédő szervezeteknél a cicáinkat. Nekem nagy szerencsém, hogy 30 cicámat egy barátnőm befogadta, a másik 15-öt egy másik, mert mi rendesen egy macskamentő alapítvány vagyunk, közhasznú alapítvány, Capari Macskaház alapítvány, és ezért nálam nagyon sok cica van, 50 cica, és most csak 5 cica maradt velem, akiket állandóan gondozni kell, és betegek, és csak én tudom gondozni, úgyhogy most így vagyunk. Forgatásunk során összességében azt tapasztaltuk, hogy a rendkívüli nehéz helyzet ellenére Budakalászon, a vízzel borított területeken is bizakodóak és nyugodtak az emberek. Múlt hét pénteken megnyitott a Budakalászi Fotó és Videóklub idei kiállítása a Budakalászi Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár kávézójában. Közel egy hónapon keresztül, október 13-áig remek fényképeket láthat az érdeklődő a kávézó falain, melyeket a megnyitón Fucskó Miklós író-költő méltatott. A zenei aláfestést pedig a Kami zenetanára, a citera művész Dömény Krisztián biztosította. A muzsikát a kiállított képek ihlették. Ez egy olyan szakmai érdeklődésen alapuló közösség, amiben mindenki, aki tagja, emberi kapcsolatokban és szakmailag is gazdagodott az elmúlt közel 2 évtized alatt, és ez a rendes, éves, összegző kiállításaikon is jó nyomon követhető. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg a kiállítást Fucskó Miklós. 11 alkotóképeit láthatja most a közönség. A fotó- és videóklub vezetőjét, Neszveda Pétert arra kértük, beszéljen a kiállított alkotások kiválasztásáról. Szeptember elején éves összefoglaló kiállítást szoktunk rendezni. Kiválogattuk az idei termésből a legjobbakat. Tehát ez az idei fotós termések legjava, ami a falra került. Úgyhogy nem is az összes klubtagunk állított ki, hanem csak 11-en. Figyeltem arra, hogy azoknak legyen inkább több, akik egyrészt újabbak, tehát még nem volt nekik alkalmuk szerepelni a kiállításunkon, másrészt meg a fejlődésük a legintenzívebb volt az utóbbi 1-2 évben. És hát én ezzel próbáltam honorálni az ő tevékenységüket, meg szorgalmukat. A kiállítás idei különlegessége, hogy a művészek sokszínűsége miatt nincs határozott tematikája, amit a klub vezetője is hangsúlyozott. 2023 óta tagja a Budakalászi Fotó és Videóklubnak Pinke György, akinek kedvenc témája a street fotó. Kérdésünkre elmondta, mi vonza az emberi történetekben. Mondhatnám, hogy a vadászat. Mert hogy tényleg arról van szó, hogy itt a legtöbb esetben egy-egy olyan pillanat rögzítéséről beszélhetünk, ami a következő pillanatban már nincs ott. Egyébként ez elég sok vitát is ki szokott váltani, ha egy-egy olyan oldalon osztom meg a képeket, a Facebookon például, amelyeket többen is látnak, akkor maga az, hogy emberek kerülnek a képre, és közvetlenül akár föl is ismerhetők, az sokaknál azt a problémát veti föl, hogy na de hát
nem adtak engedélyt rá, és így igaz egyébként, hogy alapvetően a jelenlegi jogszabályok szerint ez lehet, hogy nem is volna így szabályos. De ha például Budapest múlt századi életét nem rögzítették volna nagyszerű remek fotókban, akkor nem nagyon tudnánk, hogy annak idején hogy néztek ki az emberek, hogy öltözködtek, milyen közlekedési eszközök voltak, milyen hátterek között élték az életüket, milyen épületek voltak. Tehát egy csomó dologról nem értesülnénk, vagy nem tudnánk. És ezek a fotók, az úgynevezett street fotók is, nyilván tiszteletbe tartván mindenkinek a méltóságát, és semmiképpen nem próbálni meg bárkit is lejáratni azzal, amilyen képet róla készítünk, de mégis ezek olyan villanások, amik az éppen napi életnek különböző pillanatait örökítik meg. És egy-egy olyan képet, ami egyrészt valóban egy jelenetet is ábrázol, de egyben talán egy kis történetet is elmesél, ugyanakkor valamifajta kompozíciót is felmutat, tehát mint kép, mint vizuális élmény is érdekes. No hát ilyet csinálni az mindig nagy izgalommal jár. Balázs Klára 6 éve tagja a fotóklubnak, a kezdetekről, a makrofotózás szépségeiről beszélt stábunknak. Egyszer csak felfedeztem egy olyan világot, amit szabad szemmel nem látunk, vagy átlépünk rajta, mert nem fedezzük fel, és ez a makró. A makró, tehát az élőlények, főleg a kicsik. És olyanokat láttam, hogy püföli egymást két hangya, tehát olyan szituációkat, amit szabad szemmel nem. És egyre jobban ehhez vonzottam, most már egy kicsit beleviszek technikai megoldásokat is, tehát nem csak egy az egybe fotózom őket, de ezen a vonalon haladok. Nagyon sok dolog, például az aktfotózás is érdekel, de számtalan más is, csak valahol a lehetőségeim ezt kínálták, és ebben beleragadtam egy kicsit. A kiállításban szereplő alkotásokról is kérdeztük Klárát. A makró az a virág, igen, jelen esetben, a másik az egy árvízi kép a Dunán, és aztán valahogy így technikailag ez megfogott ez a szín, hogy egy kicsit olyan izzó, egy ilyen izgalmas legyen a tragikusság mellett, ugye, mint árvíz. A kiállítás megnyitóján Dömény Krisztián junior prímadíjas citara művész improvizációját a fényképek inspirálták. Azt a nagyon izgalmas feladatot kaptam, hogy egy fotókiállítás megnyitóján kell improvizálnom. Tehát, hogy a képek rám gyakorolt hatását kell megjelenítenem majd a hangszeren. És ez azért nagyon izgalmas, mert ugye én így a rögtönzéssel nagyon sokat foglalkozom, én azt nagyon-nagyon szeretem csinálni, és ilyenkor így teret is kap ez az egész. Tehát, hogy itt az van, hogy, és tényleg így van, nem csalok semmit, hogy leülök, és tényleg amit érzek, előtte egyébként így körbejártam, megnéztem a képeket, hogy nyilván lettek olyanok, amik egy kicsit közelebb kerültek hozzám, és akkor azokba egy kicsit így belemélyedtem, és majd azt fogom csinálni, hogy itt leülök a hangszeremhez, és ami jön. Az biztos, hogy ilyen nagyon gyors, nagyon pattogós dolog biztosan lesz benne, mert láttam itt több ilyen állatos képet, és azoknak ilyen nagyon mozgó dinamikája van, vagy hogy is mondjam, tehát hogy így ránéztem, és rögtön azt képzeltem el, hogy biztos az a mókus, hogy elugrana onnan, meg a pók gyorsan lecsapna ott valamire, meg ilyenek, és ez biztos, hogy meg szeretném jeleníteni a zenében ezeket az ilyen nagyon gyors változásokat. Krisztián véleményét is megkérdeztük a kiállítással kapcsolatban, és ő lelkesen osztotta meg gondolatait. Számára a kiállítás nem csupán esztétikai élményt nyújtott, hanem mélyen megérintette a bemutatott témák sokszínűsége és a művészi kifejezés formái. Nagyon színes, és tényleg nem csak azért mondom ezt, mert illik szépeket mondani egy kiállításról, hogyha az ember eljön zenélni rá, hanem tényleg nagyon színesnek tartom. Tehát, hogy például mondok egy példát, hogy hozzám annyira az ilyen tájképek nem nagyon állnak közel, nagyon kevés
szeretem azt így nem tudom befogadni, de itt most azért tudott sokkal jobban érinteni ez is engem, mert hogy annyi féle dolog vesz most körül, a tájképtől, amit már említettem, az ilyen állatos dolgokon át, egészen az ilyen nagyon alternatív elvont képekig, ahol ilyen homályos alakzatok vannak, meg én azokat jobban szeretem egyébként. És, de hogy így, hogy együtt van ennyire színes repertoár, így például számomra sokkal jobban befogadható az is, amit egyébként lehet, hogy annyira úgy nem néznék meg, csak úgy egyébként. A fotókiállítás megnyitójáról hosszabb összefoglalónkat láthatják hamarosan Kultúrcseppek című magazin műsorunkban. Már több mint 150 helyen kellett kikapcsolni az áramot az E.ON-nak. Leginkább veszélyeztetett területeken írják a nemrég kiküldött sajtóközleményükben. A Dunántúl, Budapest és Pest vármegye áramhálózatát üzemeltető E.ON Hungária csoport is részt vesz az árvízi védekezésben, így ahol a magas vízállás indokolja, biztonsági okokból az érintett hatóságokkal egyeztetve azonnal kikapcsolják az áramot. Az új intézkedéseket az ügyfelek élet- és vagyonbiztonságának megóvása indokolja. Mint pontosítanak, a szakemberek az árvíz által veszélyeztetett települések szinte mindegyikén be kellett avatkoznia. A többi között Kisorosziban, Nagymaroson, Szentendrén, Budakalászon és Budapest több kerületében is. Az energiacég folyamatosan kapcsolatban áll az árvízi védekezést irányító hatóságokkal és a helyi önkormányzatokkal. Velük együttműködve vesznek részt a krízis helyzet kezelésében. Az érintett területeken az E.ON egészen addig biztosítja az áramellátást, ameddig az biztonságosan megtehető. Veszélyhelyzet esetén azonban azonnal kikapcsolják a szolgáltatást. Az E.ON az ár levonulásának ütemét is folyamatosan figyeli majd. A krízis helyzet megszűnését követően pedig a lehető leghamarabb újraindítja az áramellátást az érintett területeken. Népszerűsítő jelleggel rendezett nyílt országos bajnokságot a Magyar Öttusa Szövetség, méghozzá 2 tusa és 3 tusa versenyszámokban. Az eseményre augusztus 30-án pénteken látogathattak el az érdeklődők a Lupa öbölhöz, ahol a tó és a strand homokos területei kiváló helyszínt nyújtottak a szárazföldi és nyílt vízi sportoláshoz. Akár a helyszínen is lehetett nevezni a rajtelőt, utánpótlás, junior és profi kategóriákban. 2 tusa versenyszámban futni és úszni, 3 tusa versenyszámban pedig futni, lőni és úszni kellett egymás után a résztvevőknek, akik vállalták a pénteki megméretetés erőt próbáló kihívásait. Az 5 tusában ugye hagyományosan van az 5 szám, amit mindenki ismer, és talán az olimpiai kapcsán, Gulyás Michel kapján még jobban most köztéma lett, de hogy van ennek más számai is vannak, most ez konkrétan egy biathlet-triathlet verseny, ami úszás, futás és lövészetről szól, és ez egy nyílt vízi úszás, tehát hogy folyamatosan mennek a versenyszámok, folyamatosan megy az úszás, a lövészet és a futás, erről szól most ez a verseny. Ugye U10-től vagyunk fölfele, tehát 10 évestől fölfele, és master kategóriáink is vannak, nyílt verseny, bárki tud jönni, és 3 különböző távok vannak, tehát hogy alapvetően el van osztva, hogy milyen távokat kell úszni, csak úgy mondom, jelzés értékűen, az a 15 évesek, azok futnak 1200 métert, úsznak 100 métert, és megint futnak 1200 métert, ez a bejetlet, és ugye még a tupírozva van ez a triathlet, de pedig egy lövészettel is. Az egyéni versenyzőkön kívül voltak olyanok is, akik családi vagy egyesületi váltókban versenyeztek. A Magyar Öttusa Szövetség a nyílt országos bajnokság megszervezésével egy hosszabb távú célt is kitűzött maga elé. Ez egy tesztverseny, most szeretnénk belőni ezt a versenyformát, szeretnénk ezt is fölfejleszteni, jövőre egy nagyobb rendezvény kapcsán egy nyílt országos bajnokságot, ami egy kicsit ilyen amatőr jellegnek, amatőr versenyzőknek is kinyitott, nagyobb léptékű fesztivál jellegű esemény, és hát reméljük, hogy egy pár év múlva, akár 2026-ban a világbajnokságot is tudunk rendezni. A Lupa adja magát, a Lupa azért ismert, ilyen szempontból mindenki, hogy így mondjam, tudja, hol van, közel van Budapesthez, jó a helyszín, úgyhogy kiváló adottságai vannak. Ugye ennek meg kell találni helyét a versenynaptárban, most a nyár végén vagyunk, még a versenyzők nem tértek vissza a szabadságról, illetve hétközben is van, nem is baj, ez mondom, ez egy tesztverseny, tehát hogy most ez a 50-60-80 induló, aki itt van, ez alapvetően nekünk egy megfelelő arra, hogy ez a tesztverseny lemenjen, és hogy megfelelő tapasztalatokat gyűjtsünk a jövő
jövőre a nagyobb léptékű versenyt megtartassuk. A Magyar Öttusa Szövetség hivatalos weboldalán részletes információkat találunk a verseny eredményekről, versenynaptárról. Amennyiben megtetszett önöknek a két tusa és három tusa, egy izgalmas nemzetközi versenyt is nyomon követhetnek hamarosan, ugyanis biatlet, triatle és paralézer rám világbajnokságot rendez Egyiptom, Port Saidban, október 10 és 13 között. A versenyzőknek a nevezés a Magyar Öttusa Szövetségen keresztül lehetséges. Végül a várható időjárásról. Pénteken az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Eleinte csupán nyugaton, míg délután északkeleten lehet időnként több felhő az égen. Itt néhol előfordulhat futó zápor is. A keleti, északkeleti szelet sokfelé élénk, északon helyenként erős lökések kísérhetik. Délután 21-26 fokot mérhetünk. Adásunk végén következzenek még egyszer legfontosabb híreink, röviden. Az elmúlt napokban Budakalászon befejeződött a felkészülés a Duna vízszintjének tetőzésére. Október 13-áig látogatható a Budakalászi Fotó és Videóklub idei tárlata a faluházban. A város egyes területei már csak hajóval közelíthetők meg, mivel a rendőrség lezárta az utakat, a közelben élő lakosokkal beszélgettünk. Ez volt mai hírmagazinunk, a Budakalász ma. Friss hírekkel legközelebb, holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Budakalászt, mert hamarosan kezdődik Fogadó óra című magazinműsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu per TV Budakalászon. Megtalálhatók vagyunk a közösségi oldalakon, csatlakozzanak hozzánk ott is. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!